A nemzet megtartó erejéről, a királyi város erőfeszítéseiről, illetve a honvédséges társadalom baráti kör szerepéről beszél dr. Cser-Palkovics András, a baráti kör elnöke, Székesfehérvár polgármestere, a Pákozdi Katonai Emlékpark 56-os emlékpontjának mai avatásán. Ez a katonai emlékpark, ez most már 1848-49-től egészen 1956-ig, és napjaink békefenntartói katonáinak is emléket állítva, azt mutatja be, hogy az összefogással egy ilyen hely megteremthető, és a ma avatott 56-os emlékmű pedig szerintem mindenben alkalmas arra, hogy a tank és a barikád küzdelmének bemutatásával akár kisgyermekek számára is közelebb hozza 1956 hőseinek emlékét. A Nemzeti Kegyeleti Emlékhelynek fontos szerepe lesz a jövőben, hangsúlyozta Hende Csaba honvédelmi miniszter. A magyarság joggal várja ugyanis, hogy méltósággal és tisztelettel emlékezzünk a hősökre. Egyértelmű, hogy 55 évvel a forradalom és szabadságharc után hűnek kell lenni, meg kell őrizni azokat az eszményeket, amelyekért akkor a Pesti utcára először békésen és örömmel, utána pedig a ránk törő idegen hatalom tankjai ellen molotov koktélokkal felvonuló és sikra szálló fiatalok és kevésbé fiatalok vallottak. Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke a katonai helytállás mellett az útmutatást emelte ki az 56-os szabadságharc történéseiből. Ez a szellemiség hagyja át a avatásra váró fiatal tiszteket is, amikor a hősök terén egyöntetűen kiáltva mondják azt, hogy a hazáért mint halálig. Ez a szellemiség az, amely a katonák mindennapi munkáját kell, hogy jellemezze. Az 56-os Magyarok Világszövetsége és a Pesti Srácok Alapítvány idei elismerését Hende Csaba miniszter érdemelte ki. Az elismerés átadása után a Magyar Honvédség vezetői, a Székesfehérvár és Fejér megyét képviselő tisztelgők mellett a hagyományőrző civil szervezetek is elhelyezték a kegyelet virágait. Ott állsz, ahol ők, dacolva puszta kézzel, szabadságot tipró monstrumokkal szemben, ezt olvashatjuk az emléktáblán.